Legutóbb teljesítettük az első öt pályát, legyőztük Dingodájt, második pályáról aranyrelikviát is hazavittem, és folytatjuk itt a második szobával, ugyanúgy öt pálya lesz teljesítve ebben a videóban is a főellenség, kezdjük a Snow Crash pályával, ahol két drága követ is meg lehet szerezni. Feltételezem kell lesz egy színes drága kő majd ide. És ajjaj, hát az ott maradt még. Haj, hogy kezdem már a játékot? Kezdjük még egyszer. Pingvin koma. Úgy van. 92 doboz kell, de az elején már elrontok. Mi lesz itt még folytatásban majd. 91 per 92, az lesz mi? Hát nem nagyon örülnék neki. Minden esetre összegyűjteném. Hogyha az lenne. Ami történne? Ó, oh, hát de hányszor? Na jó, 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 semmi gond. Ó, ott is van. Ott van fent a kék drága kő platform. Az kell oda. Már csak annyi a kérdés, hogy honnan szerzem én majd meg a kék drága követ. Ó, ne! Haj! Jó, meg volt. Az áthalad. Haj, na, semmi baj. Semmi baj. Ne, hogy kilapítson engem. Hogyha már a pingvin az legyőzött, azt elpörgöm, jó. Ja. Itt esünk le, jaj, megint kergetezés, igaz? Jó, ja. Látom is. Wow, vannak turbók is. Oh, te kicsike, ne bánts. Oh, most nincsen. Most nincsen akunk, pedig az... Oh, ez az. Csak szólni kellett neki. Sokat segít. Megint, jó. Már van kettő. Jó. Remélem a dobozok szépen itt lesznek középen. Hogyha már a turbók itt vannak, jaj, elszaladtunk előről. Alig látszik már az a yeti vagy jeges medve, nem is tudom milyen lény az. Wow, de hát utolér. Úgy látom, nagyon utolér. Ó, megint, de már. Jaj, de nem bírom egyiket se átgolni, ahogy veszem észre. Nem figyelek oda mi. Hát, inkább csak óvatos vagyok, mi? Kifogások, kifogások hátán. Na jó. Egyik össze. Azokat. Hát, csúnyán átmentem. Ez az. Hogy nézett ott. Na jó, checkpoint. 50 doboz, összetörő. Hopp. És itt vannak majd az új fajta dobozok. Ezt kell összetörni a képességgel. Dur. Nyilván van. Hát is meg volt. Jöhet a bónusz pálya. Na, egy kis szusszanás. Hát, vagy nem szusszanás, 31 doboz van itt. Ó, oh, hogy kell ez? Ajjaj, így lefelé kell haladni. De alig látom, hogy mi van. Talpam alatt. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Hát ez elég veszélyes. Tényleg. Nem látom, hogy miért. Na jó, lehet menni jobbra. Lehet menni balra. De most merre menjek? Na jó, jövök balra. Ja, ott vannak az... felkiáltó jeles. Na jó, van, hát... nekem annyi, de a lényeg. Itt akkor le tudok... érkezni, 24. Ez pedig a maradék. Így van, 31. Jó van. Csak sikerült. Hát a látási viszonyok nem voltak a legkedvezőbbek, de megoldottuk a gondot. Hát pont rám esne, nézd meg azt. Hát nem volt kellemes. Akkor már csak 4 doboz. Az jó. És itt a kristály. Így bizony. És meg is vagyunk a drága kővel is. Szuper. Akkor a kimaradt drága kő pedig... hát az majd később lesz megszerezve. Meg a relikvia is. Nézzük. Ó, Rocket. Zsekit. Ez milyen? Azta! Ez is a Crash 2-ből a jetpack. Aha. Lehet így lövöldözni. Lehet ilyet csinálni. Ó, várj! Nem, már! Ó, ott hagytam egyet. Aj, ámulok meg bámulok. És emiatt, hát igen, kimaradnak a dobozok összetörése. Ó, hogyha a lufit lövöm le, az is számít. Vagy az nem számít. Ne csináld már, az nem számít. Na jó, na. Úgy láttam, hogy ez nem volt jó, amikor a lufit szedtem le. Úgyhogy a dobozokat kell inkább összetörni. 3, 4, 5, de lehet tévedtem. Minden esetre nem kockáztatnám.
Oha. Hát ez akkor úgy tűnik a keveréke a Crash 3-nak és a Crash 2-nek. A Crash 2-ben voltunk ilyen jetpack-kel, de a Crash 3-ban volt az Kokóval, amikor repültünk, hogy így kellett lelőni ezeket a léghajókat. Jó. Ott volt a jobb alsó sarokban hány százalék élete van. És azt kellett levinni úgy, hogy a Cortex fejére lőtt. Hát ez a doboz, na most nem tudom, meglette. De minden esetre most nem kezdem újra, akkor majd később. Nitrós. Ott volt. Hát igen, ezek a... Na, a doboz az kell. Még olyan bombákat is küld a játék. Tehát amikor Kokóval mentünk a repülőgépre, akkor kellett ilyeneket leszedni, meg akkor jöttek olyan piros repülők felénk. Kész. Úgy tűnik ugyanarra mozog, mint az előző alkalommal. Hát így jobbra felfelé, és akkor tudunk előre célozni. Jó, hogy kapunk olyan gyógyító dobozokat is, az is a repülős pályáról ismerősek lehetnek. És még 6 doboz kell. Meg tudunk ilyet. Ezt én most nem használtam. Ennyire. Nitro. Nitronál nincsen Luffy, hogy ezt eltalálja. 36 per 37. Nem, már az az egy, ami leesett, akkor az nem számított, mert Luffy-t találtam el, és nem a dobozt mi. Hát lehet. Ez itt mi? Ó! Oh, ilyen gyorsító. Nem rossz. Oké. Okay. Ez tényleg 36 per 37. Akkor ezek szerint tényleg nem lehet Luffy. Ja, de itt van! Na, gyerünk! Jó van, csak meg. Akkor számít az is, amit Luffy talál. Hoppá, de még nincs vége! Még nincs vége a pályának. Tehát a Luffy-t eltalálom, az is számít. Ezt jól tudni. Mozogni kell vele együtt. És akkor sikerül. Azok a rakétákat küldi. Erre teljesen. Ó, az az. Ja, ez volt. Itt is a vége, mind a hármat legyőztük és kész. Na de itt szerintem, ha kapok majd gyors talpakat, vagy gyors cipőt, nyúlcipőt, akkor az nem segít nekem, hogy gyorsabban teljesítsem, úgyhogy visszatérek a relikvia megszerzésére. Ugyanez a pálya, csak azért, mert most még friss az emlék, hogy kellett ezt teljesíteni. Úgyhogy azért most ezt teljesítem. Ha később külön lenne a videókban a relikvia, akkor az nem lenne másképp megszerzése, mint most. 2 perc, 30 másodperc, ha jól emlékszem, azt jól láttam. Annyi idő alatt kell teljesítenem ezt a pályát. De így gyorsítani nem nagyon lehet, tehát képesség szerintem az nem segítene, hogy gyorsabban repüljünk. Tehát nincs olyan képesség. Amit tudunk, az a repülés, a mozgás, meg a, hát az ilyen hárítás, vagy hogy is nevezze. Ilyen gördülés. Pördülés. Mindegyik doboz az megállítja valahány másodpercre az idejét. Ami nem rossz. Na. Ezek hogy jönnek már? Erőteljesen. Mondjuk az életem az még jó 84%. Panaszkodom. Jó. És nem talált el egyszer se, ugyanúgy 84% az életem. Már egy percnél vagyok. Hát szerintem meg lesz. 2 perc valahány alatt, mondjuk tippen 2 perc legyen. Szerintem annyi idő alatt sikerül majd teljesíteni. Az összes dobozt összetörtem eddig, ha nem tévedek. A nitrósot lehet, hogy nem, de hát az úgysem állítja meg az órát. Egy pillanatra sem. De hát összetöröm azért, ne legyen útba. Jaj, most jönnek ezek a bombák, vagy hát olyanok, mint az ágyugolyók amúgy. És itt a jobb felső sarokban van egy gyorsító. Oké. Okay. Gyorsabban tudunk előre haladni, úgyhogy ez mindenképp kell. Ahhoz, hogy a legjobb relikviát szerezzem meg. Így ne. Az utolsónál volt. Valamelyiknél pedig
volt az utolsó doboz, emlékszem rá. Na, minden esetre legyőzzük. Ezt levisszük 0%-ra az életét, és kész vagyunk vele elvileg. Jó. Meg is volnánk 2 perc. 6 másodperc. Az egész jó, szerintem. Aha. 2 perc, 5 másodperc lett volna a platina. Na jó, folytatjuk tovább. 8. pálya, Just Hanging. Itt is 2 drága kő van. Hú, hát akkor vissza kell ezt térni majd. Oh, bizonyára ide is. Ez biztos. Ha csak nem teszik valami olyasmi helyre azt a drága követ, ahol elérhető számomra is. 154 doboz. És itt is van a bónusz, csak megvárom, hogy a TNT-k felrobbanjanak, mert ilyen problémába már ütköztem. Nem akarom még egyszer azt a hibát elkövetni. Majd menjünk szépen föl végig. Tovább kellett volna jönni, mi? Már csak próbálkozok egy ilyennel. Ó, még éppen meg volt. Azt hittem tovább kellett volna ott még ugorni a következő oszlopra, amit nem tettem meg, de nem volt ebből gond. Hát... most ez muszáj. Ó, oké. Jó. Hát... na, mit mondjak erre? Ez összejött. Csak jobbra mentem. Itt felül? Aha, ott felül ott van egy. Akkor egyet pörgök. Felugrok. De lent is vannak dobozok, de még itt erre is vannak. Jó. Ez mit a... hoj. Ah, itt sokat fogok szenvedni. Ja. Na. Vagy nem. Nem fogok sokat szenvedni. De még ott alul ott vannak elvileg. Valahol. Most menjek vissza. Aj. Ó. Visszajött. Ne! Már ide felzülök. Jó. Az, hogy közöttek kipörögni, az nem akartam itt meghalni, mert eddig... de más! Ne! Na, szépen óvatosan. Jó. Jó. Oké. Jó. Ó, várjunk csak. Na. Akkor 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3... Ó, várjunk csak, hogy... számolni se tudok, meg nem tudom, hogy melyikre ugrottam rá, melyikre nem ugrottam rá. Minden esetre 2 doboz maradt még itt a bónusz pályán. Elvileg. Csak azt nem tudom. Az a 2 szerintem a 2 nitro, amit nem tudok összetörni. Szerintem nem okoz majd gondot, majd a pálya végén lévő zöld felkiáltó, vagy hát sárga felkiáltója a zöld háttérbe majd felrobbantja. Az a kocka összetörése. Ah, és hogy van ilyen rész is. Király. Tehát tudok még ugorni. Checkpoint. Még egész sok doboz van még. Hoho! Na jól van. Remélem. Erre is markod van, Crash, hogy ezt... na erről beszéltem már korábban. Igen, de megvolt. Az ellenfél. Használjuk a képességet. Így. Lehet, majdnem túl korán csúsztam. De nem volt gond. Még csak mutjuk. Nem is muszáj mászni, sőt nem is szabad. Hey, hát... na jó, csúszni. Na jó. Az én hibám volt. Mondjuk úgy. Nem teljes mértékben gondolom az, de most már így sikerült. Na, shit. Húha. Itt le, itt pedig vissza föl. Ugruk. Így bizony. Na, ez majd felrobban mindent. Itt maradok középen, csak nem fog engem bántani ez. Jó, nem bántott. 95/154. Hű, jó sok még azért itt van. Magasabbra nem tudok felugorni. Úgyhogy
Elrobbant mindent a TNT. És felette nem volt semmi más. Így. Másik drága követ még nem, mindig nem látom, hogy hol lehetne megszerezni. Azt hittem megfordul és vége. Most nincs maszk nála. Na. Elment. Na, hú! Rám törögte. Még volt épp annyi idő. Ezek nagyon cseles helyre vannak elhelyezve, ezek a kis patkányok. Most csúszok egyet, jó. Kristály megvan. Nem megyünk felül. Lehet itt lent is menni nyugodtan. Itt a pálya vége. 107 per 150. Vagy várj csak. Oh. Ja, és ott van jobb oldalt. Az a zöld. Zöld platform. Na jól van, hát akkor úgyis vissza kell ezt ide térnem. Maradék dobozok feltételezem azon túl lesznek. Jó. Hát akkor ez csak egy kristály volt. És még kettő drága kő itt van. Jó, remélem nem én rontottam el. Jöjjön a sárkétek. Olyan sok cápa lesz itt. Na, ez a cápa támadás című pálya. Megint úszkálunk. Kell a változatosság. Nézzük csak. 26 doboz. Hát, nem erőltették meg magukat a dobozok elhelyezésében. Jól van. Na, középen óvatosan. Aztán lefelé egy pörgés a checkpointért. Megint óvatosan. Jó, ti ne gyertek. Majd én megyek lefelé. Így. A zene is nagyon jól illik ide. Medúza. Ti rejtetek ott valamit lent vagy? Vagy nem? El tudom én őket pörögni, vagy végem van? Na jó, próbáljuk meg egyszer. Jó van. A medúzákkal ne kötekedjünk. Akkor őket békén hagyjuk, és jövünk tovább. Újabb checkpoint. A medúzák most fönt. Onnan megyünk föl. Majd oldalról érkeznek. Támadások? Nem. Egyik lyukból sem jött ki. Élő lény. Ez elég félelmetes, amikor úgy elkapja a crash és behúzza maga után. De félek, nehogy úgy érzem mindig, hogy a medúzák rejtenek. Valamit, és igen, a felkiáltó jelet elrejtették. De még van kettő doboz. És itt is van. Nagyszerű. Jó? De várjunk a kristály... Ja, igen, jó. Ja. Most akartam mondani, hogy kristály, de ezt gyűjtöttem én egyáltalán. Ops. A drága kővel együtt most már igen. Ez volt a 9-es pálya, de térek vissza. 1 perc. 32 másodperc alatt kellene nekem gyorsan végigmennem. Ugyanazon okból érkeztem vissza erre a pályára, mint az előző olyan lövöldöző és jetpackes résznél. A futás képessége nem segítene semmit itt a teljesítésben, úgyhogy ezért gondoltam arra, hogy na jó, most már a relikviákat, ahol nem kell a futás, megcsinálom egyből. Nem is kellett volna megállnom. Na jó. 33 másodpercnél tartok. Itt mehetünk szépen le. Csak néhány nitro volt még itt. Amit nem bosszantok fel. Hát nincs sok olyan doboz, ami megállítaná az órát. Ott a felkiáltó jel az nem kell. Elveszítettem. Na jó, nem megyek a két dobozért. Tudom, hogy ott van egy lent. Vagy mármint kettő doboz van egymáson lent. Nem megyek érte, hanem gyorsan befejezem 1 perc, 3 másodperc alatt, és platina! Jó, akkor az jó döntés volt. És itt van a kék drága kő. Nem most kellett a... de most kellett a 6-os pályához kellett. Na jól van. Akkor teljesítsük ezt a pályát, ruint. 89 doboz. És két drága kő van itt. Kíváncsi vagyok. Hogy lehet egyáltalán megszerezni majd a kéket?
lesz egy külön platform, vagy... vagy a sima drága kő lesz külön elhelyezve. Minden esetre a dobozok az egy jó kiinduló pont. Itt most... ja, oké, érkezik a platform. Tyú! Lefelé... alig lehet ezt tudni, hogy mi hol van. Ott tényleg csak követtem a mozgó platformokat, és reménykedtem, hogy elvisznek olyan helyre, amelyre kell menni. Hát biztos olyan helyre visznek, de az nem biztos, hogy nincs itt mondjuk mellette, alatta, vagy valahol felette valami hely, ahol esetleg rejtőzködik egy doboz, vagy a drága kövek egyike. Nem, hát először követem őket, majd utána. Meglátjuk, hogyan tovább. Vissza kell-e még térnem erre a pályára? Mert kimaradt valami, vagy pedig nem? Ne. De hát én Na. Hát de... mi? Nagyon óvatosan. Ráugrok erre, és utána meg... Hát... még egy ilyet. Na, ott van a maszk. Így van, most már nyugodtan szaladhatok. De jó, nem? Jó, hát kicsit nyugodtan, de azért ne szaladjak annyira. Nézd meg. Ezek a madarak. Vagy hát félig robotok, úgyhogy... ja. Ezek a lények. Na, ez mit csinált? Meg hova csinálta? Oké, hogy felkiállta a jeles, de nem. Most alatt, jobbra, bal. Lehet, hogy ez a checkpont. A checkpontot tuti nem. Lehet, hogy itt felül valamit. Itt nem látok semmit. Ai, ez a játék. Ide lent? Oda leeshetek? Hát de... na jó, menjünk végig a pályán, és majd utána meglátjuk, hogy hogyan tovább. Itt be tudom törni? Nem tudom. Kicsit zavar az, hogy nincsen teljes mértékben jelölve, hogy merre szabad menni, meg merre nem. Hogy merre lehet egyáltalán. De hát... ez a felfedezés. Hú. Összetörtünk mindent ezzel TNT-vel. Hopp. Jó. Haladok szépen. Csak... oh, itt a felkiáltó jeles. Még egész hamar. Na jó. Ahogy a játék gondolja. Bónusz pálya. 56 per 89, itt meg van 19 doboz. Nagyon szerezzük meg őket. Így. És most úgy kellene a hasalást időzíteni, hogy pont ráesek. Hát ez durva volt. Na itt menjünk tovább. Egészen idáig. Én nem tovább ugrok. Ja. Ott van egy élet. Ó, look, ez az. Na, innen. Ó, nem, hát ez... hát ez nagyon nehéz volt. Az a sikerült. Most már csak ezt a TNT-t kell úgy ideüzíteni, hogy jó legyen. Igen. Még egy TNT. Aztán pedig... szilárd talaj. 19 per 19. Hát ez durva volt. De kész van a bónusz pálya. Ez a lényeg. Ez is. Robban minden. Úgy. Itt volt egy platform. Láttam egy madarat. Jól láttam. Ennyi. Lehetünk. De... Na gyerünk. Úgy van, ráugoltam. Szép volt, Peti. Most merre tovább? Itt jön a platform. Oké. Okay. De ezek miért tette oda? Az elég szemtelen dolog volt, hogy pont ide kell tenni, és én meg nem jókor ugrottam. Na. Azaz. És nem is estem le. Jéj! Hoppá, gyorsan. Jó meg volt. Oké, okay, és még egy doboz. Itt fent? Na. Akkor hol van? Az utolsó. Nem csináld ezt valami játék. Ugye itt van még egy doboz. Ez az egy TNT.
89. 89, de hol van a kék? Vagy a sima? Mert egy kettét kell összegyűjtenek. Arra kell átugolni. Jó. Itt fent nincsen sem. Itt meg már... Erre nem tudok menni. Hát akkor hol van a kék? Hát akkor hol van a kék? Ne csinálnál! Na jó, hát akkor nincs meg a kék, majd visszatérek a képességeimmel erre a pályára. Jöjjön akkor az engine, fölellenségharc. Oh! 4 élete van, és itt fogunk küzdeni vele. Jajjajjajjaj, hát ez nem a legjobb. Nagyon erősen lövöld. Ez összegyomtam. Na most, ilyenkor még el lehet találni, vagy csak védekezni kell. Ez az, ott azt a lövegeit ott leszettük, ami lent volt. Most már csak ezeket a rakétavetőit kellene. Jó, egyik megvan. Fent jönnek azok. Az ágyuk. Na jó, először inkább... Most melyiket? Most be is záródott ott felül. Most nyílik. De hogy köröz? Össze-vissza küldi. Nekem ezeket 34%-a életem. 24. Ezt gyerünk, robbantjuk már fel. De nem tudom. Itt még nagyon nehéz, mert össze-vissza küldi le ezeket. Á, 14%. Nem tudom. Miért nem tudom azt leszedni? Próbáljunk jól eltalálni. Ez, na már csak az az egy! Már csak rakétákat tud kilőni. Azokkal eddig nem volt sok gondom. Hiába jössz úgy körözve, igaz? Ezért még nem bízom el magam. Na most, gyerünk. Úgy, ez az! Elsőre! Elsőre meg volt. Na, a dupla ugrást oldottuk fel. Kétszer kell megnyomni az át. Kokó. Szép munka, Crash. A szükséges kristályok fele megvan, most pedig hozd el nekem a maradékot, hogy befejezhessem a gépemet. De légy óvatos, Cortex figyel téged. Hát köszi a tippet. Óha. Tiny Tiger lesz a következő szobának majd a főellensége. Dupla ugrást oldottuk fel, innen fogjuk folytatni, találkozunk legközelebb.